A déli temető 1828-ban nyitotta meg kapuit. Összesen 18 hektár területen mintegy 20 ezer sírhely található. Ezzel a város és a környék legnagyobb temetője, ahol számos régi karcagi család és országosan ismert helyi polgár nyugszik. A déli temető első és eddigi ravatalozóját az 1930-as évek elején építették meg. Nagyobb felújításon és korszerűsítésen kétszer esett át. Előbb a 60-as években, majd az 1990-es évek elején. Természetesen az eltelt évek alatt több állagmegóvó intézkedést eszközöltek rajta. A presbitérium 2005-ben jelölte ki azt a területet, ahol az új, most átadott ravatalozó és urnafal került megépítésre. 2022. március 28-án tették le a 265,5 négyzetméteres ravatalozó alapkövét. A beruházás mintegy 317 millió forint visszanemtérítendő kormányzati támogatásból valósult meg. A megjelenteket nagy tiszteletű Lehocki Krisztina köszöntötte, majd nagy tiszteletű Koncz Tibor Esperes szólt a jelenlévőkhöz. Ebből egy korszerű, modern ravatalozóhoz a temetőben úgy gondoljuk, mindannyiunknak jogunk van. Alapvető elvárása a lakosságnak, hogy legyen egy hely, ahol méltó módon megemlékezhet azokról, akik már nem lehetnek velük. Erre a 2000-től hatályos, ide vonatkozó temetői törvény úgy reflektált, hogy ravatalozót a temetői infrastruktúra kötelező elemének tekinti. Azt gondolnánk, hogy ez mindig is így volt. Pedig nem régóta lett általánossá, hogy nem otthon, a családi hajlékban, hanem a temető területén belül történik meg a felravatalozás. Évszázadokon keresztül ugyanis a legbensőségesebb családi magánügy volt a szeretett családtagok felkészítése az utolsó földi útra. A keresztény élet Magyarországon hasonlóan a nyugat-európai példákhoz a templom körül alakultak ki az első temetők, és a templomok lettek az első nem otthoni ravatalozási helyek. Igaz, csak közvetlenül a temetési szertartás idejére. Erre utal a templomainkban az úgynevezett cinterem, ami a latin cömeterium, azaz nyugvóhely szóból került át, a magyarokra jellemző bájos áthallással és magyarázással. A cömeteriumból így lett cinterem, és ennél már csak egy lépés van, hogy hallottam már templomot úgy bemutatni, hogy íme itt van a címterem, és hozzá is tették, hogy mert itt van a nemesi patrónusoknak a címere, valamikor itt volt. Természetesen önök most már nagyon jól tudják, meg a televíziót figyelők is, hogy a címterem a templomnak azon része, ahol fölravatalozták a halottakat a temetési szertartás idejére. Később tehát, ahogy a növekedett a lakosság, úgy volt igény egyre inkább arra, és szűkült be a templom tere és a templom körüli út, valamit megint csak címteremnek neveztek, arra, hogy a temetéseket meg tudják tartani. Ezért fölmerült az az igény, hogy a településektől távol legfeljebb a települések határában jöjjenek létre a temetők, és ott legyen később majd lehetőség arra, hogy fölravatalozzák az elhunytakat. Annyira nem régi dolog ez, hogy a 18. század végére, közelebbről 1782-re és 1786-ra tehető az első törvényi szabályozása a temetők létrehozásának és a temetőben való ravatalozásnak. Ezt II. József a kalapos királynak nevezett uralkodó tette meg. Ezért van, hogyha megnézik a történelmét a városunknak, hogy az 1700-as évek második felében, pontosabban annak a vége felé alapították azokat a temetőket, amiket mi most ismerünk. 1600-as, 1760-as, 1780-as években az ősi déli temetőt, az valóban 1780-ban alapították, mégpedig a mai Jókai út végén azt már belakta a város. Ezt a mostani temetőt 1828-ban alakították ki.
De hogy erre az időszakra jellemző, hogy 1860-ban a városban létrehozták éppen ennek a második józsefi rendeletnek, szabályozásnak megfelelően a temető csősz, ma így mondjuk, hogy temető gondnok munkát végző szolgálatát, feladatát. Tehát a 18. század vége és a 19. század, amikor a ma ismert temetői kultúra, ami a város határában vagy azon túl létrehoz egy temetőt, és már ott is engedi a ravatalozást, illetve a prédikáció, illetve a mise megtartását, ez kialakult. Ehhez képest még 100 évnek kellett eltelni, hogy elinduljon a ravatalozók kiépítésének a rendszere. Miért? Azért, mert az emberek nagyon ragaszkodtak a hagyományaikhoz, az otthoni ravatalozáshoz és a templomhoz. Nagyon nehezen álltak arra rá, hogy nem a családi háznál kell elbúcsúzni az elhunytól. Úgy érezték tiszteletlenség, úgy érezték, hogy nem ez jár annak, aki egész életében abban a házban élt. A továbbiakban F. Kovács Sándor, a város és a térség országgyűlési képviselője szólt a megjelentekhez. Az embernek tudjuk, hogy vannak jogai, és megfeledkezünk sokszor arról, hogy egy embernek és egy közösségnek kötelességei is vannak. És kötelessége van az egyszerű magánembernek, a családnak és egy közösségnek is. A kötelességek között ott van az, hogy segítjük a gyermekeket, gondoskodunk róla, segítünk az elesetteknek, segítünk az időseknek, segítünk azoknak, akik rászorulnak. És kötelezettség az is, hogy méltó módon búcsút vegyünk azoktól a szeretteinktől, ismerősöktől, akiknek véget ért földi pályafutása. És ez személy szerint, egyenként és a karcagi közösségünknek is kötelessége. És az egyik kötelességet talán most sikerült hosszú évek után teljesítenünk nekünk karcagiaknak. Hiszen a déli temetőben egy olyan ravatalozó épült, amely méltó a városhoz, méltó a közösséghez, és méltó azokhoz a szeretteinkhez, akiktől itt fogunk végső búcsút venni. Hiszen tudjuk azt, hogy a régi ravatalozó épülete immár majdnem 100 éves, és látszik is rajta. Látszott már 10 évvel ezelőtt is rajta, 20 esztendővel ezelőtt is, és minden karcaginak, aki ide jött búcsúztatni a temetőbe, eszébe jutott, hogy kellene egy szebb, egy méltóbb, egy a közösségünkhöz, a városhoz illő ravatalozót építeni. És nem csoda történt, mert a csodához azért több kell. Összefogás, munka és a csillagok sikeres állásával megépült egy olyan ravatalozó, amely méltó a közösséghez. Szepesi Tibor polgármester fontosnak tartja, hogy a végső búcsú helyszíne méltó legyen. Többen vagyunk a jelenlévők közül abban a helyzetben, hogy nap mint nap, akár többször is elhaladunk a temető mellett. Erre pillantunk, még ha futólag is, és lehet, hogy csak egy fel nem fogható pillanatra valami furcsa, megmagyarázhatatlan érzés lesz úrá rajtunk. Egy érzés, mert itt nyugszanak szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, közeli és távoli rokonaink, egykori szomszédaink, barátaink, tanítványaink, ismerőseink. Egy szinte felfoghatatlan pillanat, amely azonban gyorsan elszáll, és mi megyünk, itt megyünk, rohanunk tovább. És van olyan nap, amikor nem elhaladunk, hanem ide igyekszünk. A rohanás lelassul, az élet megtorpan egy kicsit, és amikor belépünk a temető kapuján, felerősödnek ezek az érzések, amelyekről az előbb is szóltam. Nem csak felvillannak érzések, hanem képpé, hangokká, illatokká változnak emlékek. Mi csendben búcsúzunk, és lelki szemeink előtt megjelennek
az örökre szépek, ahogyan a költő is írja. Ott van a múltunk egy távoli tájon, és az elveszett éveket el lehet érni újra. Nem süllyed el semmi, ha nem felejtjük el, hogy élnek az emlékek még valahol. Hol az elégett mécsesek újra kigyúlnak, és megállnak végre az évek. Tisztelt jelenlévők! Amikor családtagjaink, barátaink, ismerőseink közül elveszítünk valakit, a fájdalmon túl mindig arra törekszünk, hogy méltó búcsút vehessünk tőle. Soha ne feledjük, hogy az élet része a halál. Ahogyan a Prédikátorok könyvében is írva van, miszerint mindennek rendelt ideje van. Ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ezért bármilyen életkorban is van az ember, tudnia kell, hogy méltóságra született, és ebben a méltóságban kell tőle búcsút is venni. A búcsúvételhez, az elköszönéshez, az utolsó hely, ahol erre módunk és lehetőségünk nyílik, a ravatalozó épülete. Az átadó ünnepség végén nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes megáldotta az új ravatalozó épületét, főtisztelendő Verez Zoltán plébános, címzetes esperes pedig felszentelte azt, majd a jelenlévők megtekinthették az épület egység részeit.